A foglalkoztatási együttműködések Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt Paktum partnerségi ülését tartották hétfőn a megyeházán. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program keretében indult 2016. március 31-én a kérelem benyújtásával. A pályázat sikeres volt, jelenleg a negyedik, vagyis a megvalósítási szakasznál tart, amely idén szeptember 1-én indult. A projektnek elsősorban az a feladata, hogy a jelenlegi 56,4%-os foglalkoztatási rátát tovább növelje, valamint hogy megállítsa az elvándorlást akár külföldre, akár belföldre irányul. Jelen pillanatban 27 ezeren keresnek állást egyébként a megyénkben, illetve 30 fő közfoglalkoztatotti létszámról kell számot adni 30 ezer főről. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a szám folyamatosan csökkenni fog mind a kettő tekintetben. Álláskereső között egyébként most már szinte a fiatalok, illetve az idősebb korúak szinte egy számon vannak. Ez azt jelenti egyébként, hogy most már minden korosztályban nagy az elhelyezkedési lehetőség. Közfoglalkoztatotti számok pedig folyamatosan csökkennek, hiszen ez a szám ugye volt bőven 43 ezer fő felett is. Ez is azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás valóban csak egy időleges állapot, innentől kezdve a szabad piac, illetve a munkavállalói lét az elsődleges célpont. Ezt a paktum értelmében célzott támogatásokkal kívánják megvalósítani. Ez lehet képzésre, lakhatásra, foglalkoztatásra, munkabérre vagy járulékra irányuló támogatás is, így a munkáltató és a munkavállaló is megkapja a szükséges segítséget. A fórumon elhangzott, a projekt legalább 6000 főnek biztosít segítséget a képzésben vagy a munkáltatásban. Ez a konzorciumi partnerek kölcsönös együttműködésével tud megvalósulni. Jelenleg 7 ilyen helyi partner van. A legfontosabb konzorciumi partnerünk a megyei kormányhivatal, annak is a munkaügyi főosztálya, és a munkaügyi főosztály kirendeltségeink keresztül valósítjuk meg a programot. Egyébként vannak helyi paktumok is, kisebb paktumszervezetek, amelyek ugyan csak helyi igényekre talán jobban reagálva, mint a megyei paktum tudnak segítséget adni, illetve a megyei paktum a megye egész területén illetékes, kivéve a megyei jogváros illetékességi területét, ott saját paktumszervezet működik, tehát bármely pontjáról a megyének közvetlenül is kereshetik a munkaadók, leendő munkáltatók a megyei paktumszervezetet, és igyekszünk az igényeket kielégíteni. Indultak már egyébként konkrét programok is, egy varrónői programról tudnék most említést tenni. Ezen kívül a feldolgozóiparban és egyre inkább az építőiparban van szükség a jól motivált munkaerőre, hangzott el a sajtótájékoztatón. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a paktum főösszege 2,6 milliárd forint.